Na és akkor néhány szóban az eddigi tapasztalataimról. Most már 3 hete fönt van a tetőcsomagtartó az autón. Kipróbáltam. Ugye ez a Menabónak a Tiger XL-es fekete tetőcsomagtartója. Ugye a Tiger típus az az integrált tetősínre, és erre való. A másik autómon a Menabó Brio van, az a tetőkorlátos változat. Ugye ez az XL-es változat, ami azt jelenti, hogy 135 cm széles, ez a nagyobb ilyen egyterűekre való, de van 120-as változata is, a sima Menabó Tiger az a 120 cm-is. Ezt kétféle színbe lehet kapni, ebbe a feketébe, illetve van egy ezüst színű változata is. A különbség mindössze annyi, hogy az ezüst színűt itt kulccsal le lehet zárni, míg ezt a feketét, ezt imbusz kulccsal lehet csak lezárni, és hát fölhelyezni, imbusz kulccsal lehet fölhelyezni ezt a műanyag takarót. Ez csak azért is negatív dolog, mert így bármikor egy imbusz kulccsal le is veheti tulajdonképpen bárki. Az elmúlt 3 hét alatt próbálgattam, használgattam a tetőcsomagtartót, szállítottam vele dolgokat. Nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan föl lehet szerelni, és le is lehet szerelni nagyon gyorsan. Ez azért fontos, mert hát én mindig úgy szoktam, hogy amikor nem viszek éppen semmit, akkor leszerelem. Mert egyébként sípol menet közben. Ugye ehhez a változathoz, ehhez már adnak egy gumicsíkot. A tetőcsomagtartónak az aljára méretre kell vágni, és benyomni a nyílásba, erre a kis rövid részre is, illetve a két tartó láb közötti hosszú részre is. És a használati útmutató szerint, hogyha ezt behelyezzük, ezt a gumicsíkot, valamint a két tetőrudat egymástól legalább 70 centi távolságra helyezzük el, ez itt nálam bőven megvan, illetve be vannak helyezve a gumi elemek is, akkor a tetőcsomagtartónak nem lesz hangja, nem fog sípolni menet közben. Na hát én próbálkoztam, nekem sípol, már ilyen 50 km/h-nál és nagyobb sebességnél meg még jobban. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, lehetséges az is, hogy közrejátszik, hogy ennek a Zafirának a panoráma tetőjénél van egy ilyen középső kiemelkedő része, és valószínűleg az is hozzátesz egy picit ehhez a sípoló légáramlathoz, de nem tudom, igazából más autón nem tudtam kipróbálni. Ez a Menabó Tiger XL egyébként az egyik legolcsóbb, de használható tetőcsomagtartó, árérték arányban szerintem egészen jó.